Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Hargita magazint látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Mai műsorunkban lesz szó rendkívüli tanácsülésről, Erasmus Plus programról Gyermekszent Miklóson, Disznótoros Fesztiválról, valamint a 131A jelzésű megyei út átépítésről szóló szerződés aláírásáról. Maradjanak velünk! Hargita megye tanácsa rendkívüli ülésen szavazott újabb összegek átcsoportosításáról a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság költségvetésének kiegészítésére. A Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság költségvetését ezúttal csaknem 7,2 millió lejjel egészítették ki a működési költségek és a több mint 800 alkalmazott bérének fedezésére. Az összeget a megyei utak beruházásaira elkülönített forrásokból csoportosították át. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke szerint sajnálatos, hogy sem az előző, sem az új kormány nem fordít figyelmet a szociális hálózatok megfelelő támogatására. Egy sajátos helyzet alakult ki, a kormány sem az előző, sem az új nem támogatja a gyerekvédelmi és a szociális védőhálónak a fenntartását. Igazságtalan az, hogy egy kis megye ugyanúgy oda kell tegye a pénzt a saját költségvetésből, mint egy nagy megye, ahol több százezres városok vannak, ahol óriási nagy beruházásokkal, nagy ipari parkokkal, nagy banki, pénzügyi szférával megtermelt jövedelemből van jövedelme az illető megyének. Mi sajnos az útjaink építéséről kellett most elvegyünk pénzt, olyan utak építéséről, amelyekre van megkötött szerződés, és már folyamatában van, vagy volt valamilyen szinten a munkálat. Abban bízunk, hogy év végéig még van néhány nap, és ezt a pénzt vissza fogja adni a kormány, illetve hát szükségmegoldásként, ha más forrás nem fog beérkezni, akkor hitelt kell felvegyünk. Nem szeretnénk a megyét eladósítani, ellenben az útjainkat is meg kell építeni, hisz gazdasági fellendülés, térségfejlődés, járható útszakaszok nélkül nem képzelhető el, ezért is konokul kérjük Bukaresti, hogy adják ide azt a pénzt, ami nekünk jár, és támogassák az elesett embereket úgy, ahogy kell támogassák, vagy támogatják az ország többi részébe. A támogatások visszafizetését és a helyzet megoldását a kormány részéről Hargita megye tanácsa év végéig tartja szükségesnek és sürgetőnek. Lezárult Hargita megyében a támogatási szerződések aláírása a kisgazdák és a magyar kormány gazdaságfejlesztési programját lebonyolító Pro Economica alapítvány között. A pályázati programban 15 ezer eurós vissza nem térítendő támogatást lehetett igényelni. Közel 5 ezer szerződést írtak alá Székelyföldön, a támogatási keret 61 millió euró. A kiíráson Csíkszék szerepelt a legjobban 915 nyertes pályázattal. A felelős magyar kormány és az összefogás eredménye a támogatási szerződések aláírása, ami hozzájárul a csíki térség gazdasági növekedéséhez, konkrét lehetőségeket kínálva értékeink továbbadására. Szövetkezetekben kell gondolkodni, és készül Hargita megye tanácsának agrárstratégiája is, amely a kisgazdaságok, családi vállalkozások megélhetését célozza meg az ipari gazdálkodással szemben. Csíkszent Tamás és a Fejcsíki medence gazdáinak ez egy jelentős nap. Azért mondhatjuk jelentősnek, mivel a Magyar Állam támogatásával egy olyan pályázatot tudtak lebonyolítani a helyi gazdák, kisgazdák, közepes méretű gazdák, mert az elmúlt évszázadban nem volt példa. Azok a gazdák, akiknek a román állam pályázati rendszerében, a vidékfejlesztési rendszerben nem volt eddig lehetőségük, hogy pályázzanak. A magyar állam biztosított egy olyan lehetőséget, amely gépeket, traktorokat, tenyészállatokat tudtak beszerezni, és ezáltal tovább tudnak fejlődni a mezőgazdaságban. Tudjuk, hogy a magyar államnak még biztos lesznek különböző pályázatai, nem biztos, hogy a gazdák szerintem ilyen szinten fognak azért tudni pályázni. Én arra bátorítanék mindenkit, hogy ne féljenek a különböző jogi személy formákat létrehozni, ugye családi vállalkozásokat, egyéni vállalkozásokat, vagy KFT alapú vállalkozásokat létrehozni, mert látjuk a romániai pályázati rendszerekből, amelyek a
ugye a vidékfejlesztési alapból adnak lehetőséget, ahol tudunk pályázni, hogy a gazdáknak csak akkor van lehetősége, hogyha valamilyen jogi személyiséggel rendelkeznek. Szerintem ennek az előző kérdés alapján, ennek a szkepticizmusnak ez az egyik alapja, hogy félnek felvállalni a jogi személyiséggel járó felelősségeket. Ezt, ha már nem is tudjuk az idősebb generációra, nem lehet senkire ráerőltetni, de a fiatalokat kellene arra felterelni, hogy lássák előre, hogy a jövőben csak úgy lesz lehetőségük nem 15 ezer euró, hanem 30, 40, 100 ezer, 200 ezer euróra pályázni, hogyha jogi személyiséggel rendelkeznek. Valamilyen forma végzettséggel rendelkeznek. Ehhez nem kell egyetemi szintű végzettség, csak minimum, hogyha gazdálkodsz, akkor legyen egy mezőgazdasági szakdiplomád, legyen valamilyen forma végzettséged, vagy egy tanfolyamon részt venni. Valamilyen formában az oktatás, a képzés, ezt a jogi struktúrát, ezt annyira össze kell vonni, hogy gondolkozzanak a gazdák előre. A pályázat legfontosabb céljai közt szerepel a vállalkozási formák erősítése, a térségi mezőgazdasági tevékenységek fellendítése, a mezőgazdasági termelési géppark korszerűsítése és környezetbaráttá tétele, illetve a foglalkoztatottság növelése. Az a tapasztalatom, tehát az én meglátásom, hogy mostanig, ami tehát a legegyszerűbb volt, tehát és a legálfogadhatóbb volt most a mai szempontból, tehát jelenleg már voltak olyan példáim, amikor szerettem pályázni, és tehát nekifogtam egy pályázatnak, és hónapokat töltöttem el, tehát a papírozással mindennel, és nem nyert, tehát volt ilyen. Úgyhogy én örülök ennek, hogy le volt egyszerűsítve nagyon, és eléggé nagyon sok gazda hozzá tudott férkezni. A támogatási szerződések aláírása december 10-éig folytatódik. Székelyudvarhelyen, Csíkkozmáson, Csíkszentgyörgyön, Csíkszeredában és Gyimes Középlokon. Három országból érkeztek diákok és pedagógusok a Gyergyószentmiklósi Salamon Ernő gimnáziumba, hogy közös tevékenységben vegyenek részt a helyi diákokkal. Idén először kapcsolódott be a Salamon Ernő Gimnázium az Európai Unió Erasmus Plus programjába. Három másik ország iskolájával együtt szerveznek közös programokat. A megnyitó ünnepségen a külföldi vendégeket köszöntötték az iskola és a projekt vezetői, valamint előjárók. Az intézmény kórusa is fellépett. Igazi meglepetéssel szolgáltak a vendégeknek, ugyanis minden nemzetnyelvén elénekeltek egy-egy dalt, amit nagy tapssal köszöntek meg. A Salamon Ernő gimnáziumból 20 diák kapcsolódhatott be a programba, melyre 22 ezer eurós támogatást kapott az intézmény. Az iskolaigazgató szerint igen hasznos kezdeményezésről van szó, mely során tapasztalatokat gyűjthetnek a diákok. Ez az Erasmus Plus program, ez országos szinten híres program, sok iskola benne van. Mi most léptünk bele először, Cepes Juliana tanárnő pályázta, ő a koordinátora, és az egész tanári kar dolgozik ezen a programon. Ez egy nagyon jó értelmes program, mert ilyen tapasztalatcserére épült, tehát 4 iskola gyűl össze mindig valamelyik országban, rajtunk kívül 3 iskola van benne a programban, egy portugál, egy lengyel és egy szlovén iskola, és mindenünnen 5 tanulót hoztak, és 2 tanár jött. Itt ilyen közös programokon vesznek részt, tanórákon. A programnak a tematikája, a matematika alkalmazása az életben, erre vannak felépítve az órák, és szétnéznek itt az iskolánkban, tanulnak, és hasznos tapasztalatokkal fognak hazatérni reményeink szerint. Majd aztán a mi iskolánkból fog delegáció, ugyanilyen delegációk alakulnak, és az ők iskolájukat is majd 2 év alatt sorra látogatják. Szerintem nagyon jó dolog, mindennel lehet tanulni, tapasztalatot szerezni, és szétnézni a nagyvilágban. Elmondtam, hogy ez ezelőtt is így volt, Apáczai Csere Jánosék már az 1600-as években
kimentek, külföldön doktoráltak, hazajöttek, és itt írták meg nagyműveiket, az enciklopédiát, és erre épül az egész, és nagyon hasznos program, és remélem, hogy vendégeik jól érzik magukat majd itt nálunk, és a mi delegációink is hasznos tapasztalatokkal fognak hazatérni. Érdekes tanórák, kirándulások várnak a következő napokban a diákokra, jövőre pedig külföldre utaznak gyergyói diákok is, hogy megismerkedjenek a programban résztvevő több intézménnyel és településsel. Tavasszal elkezdhetik a Homorót-Szent Mártont, Abásfalvát és Homorót-Keményfalvát összekötő 131A jelzésű megyei út építését. Aláírták az erről szóló kivitelezési szerződést a Csíkszeredai megyeházán. A 6,6 kilométeres szakasz beruházása több mint 17 millió lej áfástól, amelyből közel 10,5 millió lejt a kormány országos helyi fejlesztési programjából finanszíroznak. A beruházás két új betonhíd megépítését is magába foglalja Homorót-Szentmártonon és Homorót-Keményfalván. Ezen kívül pedig a háztartások kapu bejáratait, valamint a mellékutcák bejáratait is rendbe teszik. A településeken pedig betonsáncokat építenek a megfelelő vízelvezetéshez. Borbély Csaba megyeelnök szerint több éves munka után írhatták alá a szerződést, amelyhez az udvarhelyszéki RMDS-nek is köszönhetően sikerült kormánytámogatást lehívni. Több éves munka révén tudtunk odáig elérni, hogy ma aláírhattuk a szerződést a 131A úttal, amelyik a Homorót Keményfalvától egészen le Homorót-Szentmártonig közel 7 kilométeren keresztül egy korszerű és a faluképbe, a tájképbe beilleszkedő új aszfaltos utat fog jelenteni. Jelentősen megnövekedett az útnak az értéke, pont azért, mert bejárásoktól kezdve a sáncokig el mindennel foglalkozunk. 17 millió lejes a beruházás, ennek 60%-át finanszírozza egyelőre Románia kormánya. Ez köszönhetően az udvarhelyszéki RMDS-nek, akik korábban sikeresen elérték, ezt a finanszírozást megkapjuk. És ebben a pillanatban azt várjuk, hogy a tavasz, ahogy eljön, akkor tudjuk folytatni, 8 hónap alatt fogjuk a munkálatot elvégezni, és hiszem azt, hogy ez a térség gazdasági, turisztikai fejlődésében nagy jelentőséggel fog hozzájárulni a térség fejlődésében, hisz egy olyan térség a Homorod mente, ahol az elöregedés, illetve a munkanélküliség aránya jelentős. Bízunk benne, hogy egy ilyen beruházással azt el tudjuk érni, hogy nem csak közlekedés biztonságosabb és gyorsabb lesz, vagyis kiszámítható, de el tudjuk azt is érni, hogy munkahelyek teremtődjenek, hazaköltözzenek emberek, hisz ezen az útszakaszon keresztül a homorodalmásiak, lövéteiek is könnyebben el tudnak jutni majd gyorsabban, biztonságosabban Székelyudvarhelyre, illetve Székelyudvarhelyről is bízunk benne, hogy Homorod mentére többen hazaköltöznek, vagy kiköltöznek. Ezáltal a kisfalu programunk, a vidéknek a fejlesztése is kap egy megerősítést ebben a térségben. Jakab Attila, Homorót-Szentmárton polgármestere hozzátette, ezzel a beruházással, amely reményei szerint jövő évben már el is készül, a község két települését sikerül becsatolni a községközponthoz. Természetesen ez, hogy miért fontos egy községnek, hogy leaszfaltozzák az utat, ez nem is tudom, hogy lehet ezt magyarázni. Tehát tulajdonképpen két falut most bevonunk a modern forgalomba, ugyanis legalább 10 perccel rövidítjük meg a két község, a két falu közötti időbeni távolságot. Ezek mellett nagyon fontos, hogy az aszfaltúton az autók nem romlanak, tehát nagyon fontos ez számunkra, főleg annak a két falunak, akik most újra be lesznek kapcsolva a gyorsabb forgalomban. Bíró Barna Botond alelnök elmondta, a megyei tanács munkatársai sokat dolgoztak azon, hogy a kezdetleges rossz terveket pontra téve szerződést írhassanak alá. A helyiek már nem sokáig kell rossz úton közlekedjenek. Múlt héten zajlott Gyergyószent Miklós védőszentje tiszteletére szervezett ünnepségsorozat. A hagyományokhoz híven ezúttal is a seregszemle nyitotta meg a szabadtéri rendezvények sorát. A sötétedéssel, Szent Miklós érkezésével ünnep lett az ünnep.
A helyi értékek megmutatásán és a sajátosságok értékelésén van a hangsúly az idei rendhagyóan rövidebbre, háromnaposra zárt Szent Miklós napokon. Ennek fényében szervezték meg a seregszemlét, ahol gyergyószentmiklósi civil szervezetek mutatkoztak be, tevékenységüket önmagukat ismertetve testközelből. Ebben az évben 11 csapat, a Hóvirág Néptánc Együttes, a Fogarasi Mihály Általános Iskola, a Brill Dance Tánc Stúdió, a Kóskároly Általános Iskola, az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Gyilkostó Adventure Egyesület, a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum, a Salamon Ernő Gimnázium, a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, a Vaskertes Általános Iskola, valamint a tavalyi győztes, a Ritmikus Torna kör vállalkozott a versenyszerű bemutatkozóra. Hogy melyik gyergyószentmiklósi szervezet, intézmény volt a legszervezettebb, leghangulatosabb és a leglátványosabb, erről kellett döntenie a zsűrinek, amely a seregszemle 2019-es győztesének a Brill Dance tánc stúdiót választotta. A tavalyi nyertestől a Tanulókháza ritmikus gimnasztika szakkörétől vették át a Szent Miklós püspököt ábrázoló vándorszobrot. A seregszemle kiértékelője után kisgyerekeket játszó fiatalok gyülekeztek a színpadon, akik Szent Miklós érkezését várták, azt remélve, hogy a mai kornak megfelelően játékgépet, okostelefont vagy egy egész virtuális szobát kapnak. Egyik gyerek közülük azonban nem ajándékot kért, csak azt, hogy láthassa a piros ruhás jótevőt, ezért társai kinevették. Én nem írtam levelet Szent Miklóstól. Még írni sem tudsz, mi? Ha nem írsz neki levelet, nem is fogsz kapni semmit, te buta! Én személyesen szeretném elmondani Szent Miklóstól, hogy mit szeretnék. A kisgyerek hite erősebb volt mindennél, és ennek köszönhetően megelevenedett Szent Miklós a jelenlévők előtt, és a gyerekekhez szólt, kérve, hogy higgyenek a csodákban, a mesékben, a varázslatban, higgyenek az ünnep és a találkozás örömében, mert ez minden ajándéknál fontosabb. Én is ezért jöttem el, ezért tudtam eljönni, mert felelősséggel tartozunk egymásnak. Ti számítotok rám, a lelketek tele van boldogsággal, várakozással, az ők lelkük is tele van. A sötétedéssel, Szent Miklós érkezésével ünnep lett az ünnep, de a gyergyói zenészek ajándékkoncertje is ezt erősítette. A fülbemászó Mikulás és gyerek énekek mellett elhangzott a Szent Miklós napokra írt dal is, majd a szemeket gyönyörködtető tűzi játék következett Szent Miklós ajándékaként. Az elmúlt hétvégén tartották a Kárpát-medencei disznótoros fesztivál és sütemény mustra 10. kiadását Gyergyószentmiklóson a Városnapok keretében. Az esemény kiegészült a forralbort készítő versennyel is.
A Szent Miklós napok egyik legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvényét tartották szombaton. Több mint 50 csapat részvételével zajlott a 10. Kárpát-medencei disznótoros fesztivál Gyergyószent Miklóson. Már a délelőtti órákban jócskán rotyogtak az ételek a bográcsokban, gőzölögtek a forraltborok, és többen is neveztek a sütemény mustrára. Kollégánk is tagja volt az egyik csapatnak, amely ide származott gyergyújakból tevődött össze. Úgy szerveződtünk össze, hogy immigránsok vagyunk, tehát bevándorlók Gyergyószent Miklóson, egyikünk se született ebbe a városba, és még a medencébe se, ez egy alapkitétel volt. Valaki Sepsiszentgyőről, mint én, valaki Csíkszeredából, vagy Nyárádmentéről, akár Marosmagyaróról, Marosmentéről érkezett ide. A kaját is egyébként úgy állítottuk össze, hogy ez egy káposztai leves, amit ugye mindenki ismer, mindenki főz disznóvágáskor, de így biztos, hogy senki, mert mindenki elhozta azt a receptet, amit otthon édesanyánk annak idején csinált, vagy csinál, és ez van összeötvezve. Például tormával tálaljuk, amit itt Gyergyóban igazából senki nem ismer. A különféle fogások nem csak bográcsban készültek, hanem grilleztek is a csapatok. A bordának 6 óra kell, a tépet húsnak készülő lapockának körülbelül 8 óra sütéspárolás szükséges, mondta a Gyergyói Baráti Társaság, a Betyár Böllér Banda nevében kedves honor, azzal a kiegészítéssel, hogy míg tavaly első részvételük alkalmával borsostokányt készítettek, addig idén elkapta őket a barbecue láz. Van bent lapocka, amiből tépet hús lesz, meg van bent 3 oldalas. És hát igen, az oldalast azt úgy magára, a tépet húsat, a szendvicsbe csináljuk, meg a kolbász az halapenyós, meg cheddar sajt van benne. A Győrúj baráti csapat azzal a jól bevált recept alapján készülő bográcsgulyással nevezett, amelyet otthon is készíteni szoktak baráti társaságban. Ez a csapat volt egyébként az, amely a győri középiskolához köthető, és amely a Gyergyószentmiklósi Fogarasi Mihály szakközépiskolával közösen indította útjára a városban a mehatronikai képzést, a korszerű ismeretek megszerzése és az itthon boldogulás érdekében. Mi ott baráti körben nagyon finom gulyásokat szoktunk főzni, de nem marhahúsból, hanem disznóhúsból, és ezért Győr új baráti bográs gulyást csináltunk. És nagyon szeretjük ezt az ételt, és azt szeretnék, hogyha mások is megismernék itt ezeket az ízeket. Mi már 7 éve járunk ide. Egy felvidéki találkozó alkalmával hallott Győr Sövényháza polgármestere Hogstok Imre arról, hogy van Gyergyószent Miklóson egy olyan fesztivál, ahol a Kárpát-medence minden vidékéről jönnek jól főző csapatok, és akkor úgy gondolta, hogy nem hiányozhatnak innen ők sem. Főztjükben a csavar az volt, hogy halászlevet készítettek. Győr mellől jöttünk, nekünk van 2 folyónk, a Rápca és a Keszegér, és van egy halastavunk, és egy nagyon jó horgász egyesületünk, aki azonnal az ügy mögé állt, és ellátott bennünket alapanyaggal. Tehát mi halászlét főzünk ezen a versenyen, egy olyan dolgot, amit a székely ember csak úgy emleget, hogy ha már nagy a szegénység, akkor a székely megeszi a halat is. A 10. jubiláló Kárpát-medencei disznótoros fesztivál különlegességeként készítették el a Kárpát haza ízei nevet viselő 2019 adagos húsos káposztás ételt. A recept egyik kidolgozója Ambrus György, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, olimpiai Venezdíjas aranyérmes mesterszakács, a főzőfesztivál fővédnöke volt. Kárpát-medencéről érkezett vendégek hozták bele az alapanyagot Magyarországról, Felvidékről, Újvidékről, és a Kárpát-medence ízek vannak benne. 200 kg sejtős húsból készült, 200 kg gyergyói káposztából készült, 30 kg makói hagyma van benne, 2 kg felvidéki fűszerpaprika van benne, és az ősi magyar ízvilág van benne, sóbors, köménymag, és a szakácsoknak a szíve van benne, és egy nagyon finom, a végén egy nagyon finom gyergyói 30%-os tejfölöllet lett egy picit könnyebbé téve ez a, hát egy székelykáposztának mondott nagy étel, ami, ahogy mondtam, 2019 adagban készült. A csapatoknál készülő ételt és a nagy bográsban főtt húsos káposztás egytálat is meg lehetett vásárolni a helyszínen, jelképes összeg ellenében, melyet idén a mozgássérült, mozgásszervi problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok, felnőttek rehabilitációjával, mozgásfejlesztésével foglalkozó Esély Alapítványnak adományoztak. A sütés, főzés, kóstolgatás és a mustra közepette a jó hangulatot népzenekarok biztosították, értékelt a zsűri is, a gyerekek mindeközben pedig a Vaskertes Általános Iskola tornatermében berendezett zsibongóban kézműves foglalkozásokon tevékenykedhettek.
Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönjük figyelmüket, jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra!